Előző adásunkban már foglalkoztunk a hiperbár oxigénterápia kényelmes és pihentető kezeléssel, amelynek során oxigént lélegzünk be a speciális nagynyomású kamrában. Az történik itt, hogy ezt a nagy acélajtót, aminek látjuk milyen vastag acélajtó, ezt becsukjuk, és ez a, hát, hogy mondjam, szobalevegő, ami itt van, ez a 21% oxigént tartalmazó egy atmoszférás nyomás, itt a kamra belsejében elkezd nagyon lassan emelkedni, és az egy atmoszféráról 2,5, általában 2,5 atmoszféráig emeljük ezt a nyomást. És amikor ezt a 2,5 atmoszférás kezelési nyomást elérjük, akkor ezeken a maszkokon keresztül indul és történik az oxigénlégzés. Diagnózistól függően ez 1,5 vagy 2,5 óra között változhat. Aztán egy nagyon új dolog, és nagyon izgalmas a post-covid idegrendszeri tüneteinek a kezelése. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy olyan jellegű idegrendszeri tünetek maradnak vissza, nem is biztos, hogy súlyos covid-fertőzés után, mint álmatlanság, feledékenység, koncentrációzavar, memóriazavar, szédülés, szorongás, hangulati tünetek, fáradtság, fáradékonyság, akár ehhez kapcsolódó légszomj, kimerülés, érzés, illetve a vegetatív idegrendszernek a tünetei, mint például vérnyomás csökkenés, szívritmus problémák, de azt is látjuk, hogy izületi problémák, hajhullás, álmatlanság, ez az úgynevezett agyi ködnek nevezett megfoghatatlan tünetegyüttes, amit hiába vizsgálnak, nem találnak egyéb szervi okot, mint ezeket a szubjektív, nagyon furcsa, ám az életminőséget rendkívül módon megkeserítő tüneteket. Ezt nevezik jobb hián post-covid tünetegyüttesnek, és a hiperbár oxigénterápia kivételével az összes többi próbálkozás ezeknek a tüneteknek az enyhítésére mind úgynevezett tüneti terápia, tehát pihenjél, étkezzél egészségesen, meditálj, mozog sokat, vagy óvatosan sportolj, próbálj jól aludni, ha fájdalom van, akkor fájdalomcsillapítót kell szedni, ha ehhez kapcsolódó szorongás van, akkor szorongáscsökkentőt, pszichoterápiát, támogató terápiákat, ezeket szokták javasolni. És mivel tudjuk, hogy a hiperbár oxigénterápia milyen hatással bír ezekre a csatatér helyszínen szolgáló szövetekre, és azt is tudjuk, hogy a Covid vírus az nem csak a tüdőt, illetve a felső légutakat támadja, hanem bekerülve a véráramba az egész szervezetben tud pusztítást végezni, a hajszálerek területén véralvadást indukál, idéz elő, illetve az idegsejtek környezetét is egy szöveti gyulladással teszi tönkre. Ezért a hiperbár oxigénterápiának pedig pont ez a célpontja, a szöveti regeneráció, a hajszálérújdon képződés, a támogató kötőszöveti sejtek újraépülése, és hogyha van egy jó környezet, akkor az idegsejtek működése is vissza tud állni. Nem világ megváltó csodaszer, tehát nem minden esetben szabad ezt használni, és nekünk nagyon fontos, hogy ne keltsük azt a látszatot, hogy mi mindenkit meg tudunk gyógyítani. A kezelésen való részvétel az egy orvosi konzultációt, állapotfelmérést, az előző tünetek, panaszok, kísérő betegségek áttekintését foglalja magába, és hogyha mi valakinek ezt javasoljuk, ezt a kezelést, annak megalapozott tudományos háttere van. Elmondhatjuk azt, hogy fiatal kortól egészen az idősebb korosztályig érintett lehet a személy, aki idejön. Akkor hogyan zajlik ez az előkészület, illetve hol vehetik fel a kapcsolatot, hogyan kerülhetnek ide, mi a folyamat ennek? A honlapon lévő elérhetőségeken, e-mail, telefonszám közvetlenül tudnak a centrumban jelentkezni. Az első lépés mindig egy orvosi konzultáció szokott lenni, ami vagy itt helyben történik, a helyszínen, de lehetőség van arra is, hogy online formában konzultáljunk a pácienssel, és hogyha az online konzultáción egy nagy igen születik mind a két fél részéről, akkor itt a helyszínen tudnak részt venni. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy elköteleződés is? Hát mondhatjuk, mert mondjuk fájdalommentes, meg kényelmes, de azért kell egyfajta szenvedésnyomás ahhoz, hogy így van, hogy elköteleződjön a páciens. Hogyha itt eltölti ezt a 2,5 órát, ami esetleg egy picit nehéz lehet, akkor utána merre fele mehet tovább, egy picit regenerálódni, vagy egy picit felüdülni? Részben a gyógyfürdőben, részben a gyógyászati centrum egyéb szolgáltatásaiba, amikben NEAK által támogatott kezelések is vannak, iszappakolás, súlyfürdő, ezek a klasszikus balneoterápiás vagy fizioterápiás kezelések mindegyiken megtalálható. Vannak különleges kezeléseink, mint az antigravitációs futópad, ami az alapja egy futópad, de a páciens egy kicsit fölemelődik, egy ilyen szerkezetbe kerül és felemelődik, a gépen be lehet állítani, hogy a testsúlya 0-tól vagy az összes százalék között terhelje az izületeit. Nagyon fontos lehet olyan páciensek esetében, akik például túlsúllyal küzdenek, és a nagy testsúlyuk az izületekre rossz hatással van, és mégis kell mozogni. És van egy-két olyan, ami a kikapcsolódást, a stresszoldást célozza, ilyen a kriokamra, ahol 3 percig -85 fokon állunk, a makkőmérsékletünk megmarad, tehát az életünk nincsen veszélybe, de az egész szervezetben egy olyan vészreakció indul be, ami aztán szintén egy regenerációs folyamat, és egy csodálatos, fantasztikus élmény 3 perc után megújulva kijönni a kriokamrából, illetve ez a float spa, tehát ez a lebegő fürdő, ahol a holtengerrel megegyező összetételű és sótartalmú vízben, tengervízben lebegünk, és olyan erős és magas a sótartalma, hogy teljes ellazulásban lehet ennek a víznek a tetején feküdni. Legenda szerint egy fél óra a float spa-ban olyan, mint hogyha 6 órát aludnánk éjszaka. Ki lehet próbálni, nagyjából lehet, hogy csak 5,5, de elég jó.